Románia legnépszerűbb gyermekvetélkedőjének a műsorvezetője ült velünk szemben, Puskás Péter. Köszönöm. Szia! Az a másik témánk, hogy élet a Megasztár után, ugye most láttuk a Megasztár 6-nak a főpróbáját. Neked annó milyen élmény volt az a vetélkedő? Fantasztikus, tehát egyébként tényleg az a pár hét, amit az ember eltölt ebben, az tudja jól az ember már ott, hogy ez soha többet nem fog megadatni, és annyira izgalmas, annyira felpörög az ember élete, és tényleg egy csodás alkalom, úgyhogy gyönyörű emlék. Hát nyilván utána megjön az, amikor az embernek egyedül kell megállni a helyét, az már egy sokkal keményebb dolog, de azt gondolom, hogy meg lehet, és hallgattam én is az interjúkat, érdekes gondolatok voltak benne. Hát nyilván ők nagyon fiatalok, akik most vannak benne, úgyhogy amikor ott voltam például, akkor próbáltam azért némelyikőkkel beszélni, aki odajött, így kérdezgetett, hogy ezt hogy kell csinálni. Nyilván az ember próbált tanácsot adni, hiszen nyilván nagy pofárás is lehet belőle. De ugye a színpad az megmaradt az életedben. A nézők láthattak téged a Jóban-Rosszban sorozatban, klippel is előrukkoltál. Igen, ez hál' Istennek. Meg színházban is játszol. Én azt gondolom, hogy az a titka az egésznek, hogy ne képzelje magát az ember a világ legnagyobb sztárjának. Mondjuk ez így van, tehát mondjuk én is, amikor kijöttem a Megasztárból, azt gondoltam, hogy én vagyok Mick Jagger magyarországi helytartója. Hát én is 20 éves voltam, de viszont az szerencsére volt egy olyan ember, mint a Novák Péter, akitől mindig kérhettem tanácsot, mindig oda tudott jönni, és jó pillanatokban jó mondatokat mondani, jó instrukciókat. És azt hiszem, rögtön az elején volt, amikor nagyon csípett engem, csípte a karakteremet, azt, amit képzelek, de azt látta, hogy azért én azért elég felkészületlen vagyok, és rögtön az elején, még amikor az 50-be se jutottunk be, oda jött, hogy Peti, nagyon tetszik, amit csinálsz, de ezt itt nem lehet tovább vinni, hogy nem készülsz fel, hogy nem vagy elég koncentrált, és azt gondolom, hogy ez azóta is egy nagyon fontos tanács az életemben, és ha lehet adni, mondjuk fiataloknak, akkor azt gondolom, hogy tényleg ez, hogy felkészültnek lenni, és gyakorolni, az a legfontosabb. Mi az, amit jobban szeretsz, a színházat, vagy inkább ezt a popsztárkodást így idézőjelben? Hát popsztárkodni, arra jó dolog. Vagy popsztárkodni. Az nagyon jó dolog, azt nagyon szeretem. Hát a színház azért jó, mert ott egy alkotói közösségben vagy. Vagy bemenni egy színházba, mondjuk a Madách Színházba, vagy a Kecskeméti, amit ugyancsak nagyon, vagy most a Magyar Színházban, amit próbálok, hogy maga az, hogy kint vannak a képek a nagy színészekről, nagy rendezőkről, nagy egyéniségekről, és érzed még mindig 50-60 év után is a szemléletét azoknak a színházaknak, és minden színháznak megvan a saját szemlélete és saját hangulata, az csodás dolog, és az, hogy egy alkotó közösségben vagy, ez azt gondolom egy nagy szerencse az életemben, hogy ez összejött, és megpróbálom jól csinálni, és folyamatosan nézni, hogy a többiek hogyan próbálnak, hogyan dolgoznak, és ami fontos, az felszedni tőlük. Milyen darabokban játszol egyébként? Tehát most a habitusodra gondolok, hogy elég ilyen pörgős személyiség vagy. Igen, hát most egyelőre a szőke kékszemű romantikus alkatot nem nagyon tudom kinőni, de nem is kell, de most a Tom Sawyer például ebből a szempontból egy kicsit más. Mondjuk még egy olyan darab volt, ami mondjuk más volt az Avenue Q című darabban, amiben Michael Jackson-t játszottam, az azt gondolom, ez egy nagyon remek dal volt, és nagyon szerettem csinálni magát a karaktert is. A másik pedig ez a Tom Sawyer, ami hát ugye egy kis vagánykölyköt játszom, aki lazáskodik, szemtelenkedik, de egyébként meg egy jó erős igazságérzettel nekivág az életnek. Említetted, hogy próbák, mikor lesz a bemutató? Április 21-én lesz a bemutató. Miklós Tibi írta és rendezi a darabot, és emiatt is vállaltam el, mert az ő személye nagyon sokat köszönhetek neki, és nagyon tisztelem, becsülöm, amit csinál most már hát 30-40 éve, és azt gondolom, hogy jó mellette lenni, és jó megint csak azt mondom, hogy egyrészt, hogy csináljuk ezt a darabot, és azt gondolom, hogy jó darab lesz belőle, egy családi szórakozás, de megint csak az, hogy ő is egy olyan ember, akivel másról is tudok beszélni, akár szövegírásról, akár zenéről, és ez nagyon, nagyon izgalmas időszak az életemben emiatt. Milyen álmaid vannak? Rengeteg pénzem legyen, ez az egyik. Sok álmom van, és azt gondolom, hogy ez az év ez egyelőre nagyon jól alakul. Nyilván vannak rövid távon terveim, és nyilván hosszú távon is olyan, hogy 10 év múlva mit szeretnék csinálni. De azt gondolom, hogy most ez az év ez olyan, amikor azt érzem, hogy megérte ezt a pályát választani, és megérte az a sok-sok munka, amit mondjuk múlt évben belefektettem, miközben akkor meg nem volt sok munkám, úgyhogy ez nagyon izgalmas, és hát meg kell tanulni ezzel együtt élni. Amit régebben megálmodtál egyébként, az most valóra vált? Én azt gondolom, hogy hát végülis többet nem is kívánhatnék, hiszen amit felsoroltunk, és hogy most a műsorvezetés is belépett az életembe,
hogy ezek olyan dolgok, amiket tényleg azt gondolom, hogy tényleg az ember álmodik, és az, hogy most itt van előttem, ez, azt gondolom, hogy amikor 20 évesen jelentkeztem a Megasztárba azzal a céllal, hogy a cikik közé ne kerüljek, és akkor már végig is elértem a célomat, ahhoz képest egészen jól alakul. Azt még mondjuk el a nézőknek, ugye volt egy nagyon vicces beszólásom a beszélgetés elején, hogy mi ez a romániai dolog. Ez tényleg az volt egyébként. Ez múlt év nyarán forgattunk a Cartoon Networknek egy gyerek műsort, amit Londonban vettünk föl, és decemberben egyszer csak véletlenül rákerestem, hogy megnézem a műsort, és boldogan el is kezdtem nézni a Cartoon Networkot, és aztán egyszer csak nem értettem, hogy én jelentem meg, de egy román, és hát ez szép mély hangon valaki szinkronizálja ezt, és aztán kiderült, hogy Romániában a magyar műsort vették át, és leszinkronizálták az egészet, amivel aztán a születésnapi meghívomat is ugye szerkesztettem. Úgyhogy, nyilván ez ilyen furcsa érzés, hogy Romániában vezet műsort az ember. Klassz. Peti, köszönjük, hogy itt voltál velünk, de még nem, és sehová ezt a nézőknek is mondom, hiszen Peti Nagy Zolival fog főzni.